Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Pusztamonostor belterületén. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy Szigetszent Miklósi lakos személygépkocsival közlekedett a 3108-as számú úton Pusztamonostor irányába. A sofőr eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát a járműve irányítása felett, és egy balra ívelő útkanyarulatban lesodródott az úttestről, majd egy fának csapódott. A gépkocsi vezető a helyszínen életét vesztette. A rendőrség teljes útlezárás mellett végezte a baleset helyszínelését.